Kívánok egy Istentől megáldott boldog új évet mindenkinek 2020-ban. Jó látni titeket, kedves isaszegi testvérek, hisz 15 év telt el azóta, hogy itt voltam közöttetek, azzal a bizonyos evangelizációs sorozattal, és nagyon hamar eltelt ez a 15 év. De örvendek annak, hogy az Úr kegyelméből gondoskodott arról, hogy most újból együtt legyünk. Egy néhány szóban, hogy milyen szél fújt ide közétek. Hát úgy, ahogy ti is tudjátok, most már nem mint aktív lelkész, hanem nyugalmazott lelkészként élünk Kanadában, és közel költöztünk a fiunkhoz, aki a British Columbiai konferenciánál lelkész. Átköltöztünk Torontóból oda, és onnan jöttünk meglátogatni a lányunkat együtt a feleségemmel, ő pedig ott maradt. Én pedig jöttem, hogy édesanyámat látogassam meg Erdélyben, úgy szintén a testvéremet is a Szegen. És így jutottam hozzá. Igen. Valóban az új év mindig egy alkalom, amikor egy új lapot kezdhetünk, és az új lap kezdés mindig fehér. Azt be kell írni év végére. Tőlünk függ, hogy mit írunk rá. Milyen döntéseket hozunk. Győzelmeink lesznek, vagy vereségeink. Ez pedig az Úrral való szoros kapcsolatunkból fakad, hisz tudjuk azt, hogy a lapok így is úgy is betelnek, ha jó döntéseket hozunk, ha rosszakat. De az Úr szeretné, hogy ne csak a mi naplónk lapjai teljenek meg Isten akarata szerinti döntésekkel, hanem a mennyei könyvek is teljenek meg, az angyalok, amit vezetnek, olyan döntésekkel, amelyek után ne valljunk szégyent, hanem Isten dicsőségére szolgáljanak. Ehhez pedig, úgy, amint mondtam, naponkénti bibliaolvasás és egy szoros kapcsolat Istennel segíteni fog, hogy jót írjanak az angyalok, és jót írhassunk mi is naplóinkba. Úgy, ahogy tudjátok, az évkönyve a Biblia. Bizonyára itt nálatok is, nem csak Romániában, ami azt jelenti, hogy terjesztjük a Bibliát, könnyen hozzáférhető, romániai viszonylatban 18 lej egy Biblia, ami azt jelenti, hogy soha nem volt ilyen olcsó, és ezért nyomtatta a Román Unió ilyen olcsó áron a Bibliákat, hogy terjeszthessük minél több embernek, 4 kenyér ára egy Biblia. Nagyon olcsó. Így hát bátorítalak titeket is, különösképpen az isaszegieknek vannak romániai kapcsolataik, és hogyha itt nem tudjátok beszerezni ennyiért, érdemes rendeljetek Romániából, a romániai kiadótól, vagy éppenséggel a könyves üzletektől, ahol a polcon nagyon sok Biblia van. Gyönyörű kivitelezésbe hozták ki a Bibliákat, nincsen itt nálam, és látom, hogy Vili nem hozott ide egy mintapéldányt, de holnap megtekinthetitek. A Bibliák mellett ezek tokba vannak, és a tokba bent van egy Biblia olvasó útmutatás, és ezt, aki megkapja ajándékba, az már is tájékozódhat, hogy hogyan olvassa, miért kell olvasni a Bibliát, és milyen fontos a mai ember számára a Biblia olvasása és megélése. Tehát ez lenne az egyik program, amit figyelmetekbe ajánlok 2020-ra. Terjesszétek a Bibliát. Gondoljatok családtagokra, akiknek nincs. Gondoljatok szomszédokra, gondoljatok a családi orvosotokra, gondoljatok a gyógyszerészetekre. Bárkinek ajándékozhattok, nagyon, de nagyon könnyen hozzáférhettek. Úgy szintén szeretném felhívni a figyelmeteket a jövő héten kezdődő odaszentelődési ima 10 napra, amit a Generál Konferencia kezdeményezett január 9-től 19-ig. És szeretném, hogyha tényleg az isaszegi testvérek is minden este találkozhatnának, és kereshetnék az Urat. Miért? Azért, hogy ebben az évben is vele járjunk. Könnyen történhet
olyan tapasztalat, ami elszomorítson. Könnyen eshetünk kísértésbe, könnyen veszíthetünk lelki csatát, de hogyha az odaszentelődési 10 napon keressük az Urat, megbizonyosodhatunk afelől, hogy ő vezet, ő kísér, ő elfogad, ő megbocsát. Ő úgy vezet minket, járhatunk vele, mint ahogy Énok járt, vagy Noé. Erre nagy szükségünk van. Éppen ezért próbáljatok összegyűlni. Szerdától egészen a mához 2 hétig, a következő szombatig, ami különben egy bensőséges kapcsolatot kovácsolhat közöttetek is, és találkozhattok akár itt a gyülekezetnél, akár családoknál, és alakíthattok kis csoportokat, a kis csoportok pedig nagyon is hasznosak, nem csak az imára, hanem arra, hogy meghívjunk vendégeket, és a kis csoportos találkozók alakulhatnak missziócsoportokká is. Tehát ennyi lenne, ami a lelkiség növelésére, ima kapcsolatra bátorít titeket. A ma esti alkalommal szeretném, hogy egy értékes előadással mélyítsük el a mi biblia ismeretünket, és pedig 2 szó a címe az elmélkedésünknek, Nézz Jézusra. Az alapigénk a zsidókhoz írott levél 12 rész 1 és 2 vers. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Ebben a szövegben erről biztos hallottatok ti már nem egy prédikációt, mit jelent Jézusra nézni. És most, amikor a látványosságok robbanásának korában élünk, amikor olyan kíváncsi az ember, és annyi mindent láthat, és a kommunikációs eszközök rendelkezésünkre állnak, és láthatunk az okostelefontól kezdve a televízió képernyőjéig, a komputer képernyőjétől a tablet képernyőjéig 1 millió féle információt, vagy még többet. Nagyon, de nagyon fontos az, hogy időt szenteljünk Jézus szemlélésére. Éppen ezért megvizsgáljuk ma este, hogy miért is nézzünk tulajdonképpen Jézusra. Mit jelent Jézusra nézni? És milyen változás történik életünkben, ha őt szemléljük? Tudjuk azt a közmondást, hogy az ember szemlélés által változik el. És minden, ami körülöttünk történik, ami szemeink előtt történik, és mi nyitott szemmel járunk, és az, ami körülöttünk történik, hat ránk, és ezeket a hatásokat nem tagadhatjuk le. Hat ránk a világ, hat ránk a divatlap, hat ránk a család, hat ránk a gyülekezet. A kérdés az, hogy mit részesítünk előnybe, mit értékelünk, mint hatást, és mennyire engedjük magunkat jó vagy rossz irányba befolyásolni ezektől a hatásoktól. Isten úgy teremtett az ő képére és hasonlatosságára, hogy szemléljük őt. És a mi lelkünkben van egy olyan űr, amit semmi más nem tölthet be, hiába próbáljuk mi elhessegtetni, vagy hiába próbáljuk egyébbel pótolni azt az űrt lelkünkben, de azt csak Isten töltheti be. Így van? Tudtátok ezt? Az ateistának is ott van a lelkében az űr, amit Isten tölthet be, de nem akarja, hogy Isten töltse be, hanem megpróbálja tagadni Isten létezését, és megpróbálja pótolni Istent, és egyebekkel próbálja helyettesíteni életében. Ágoston így imádkozott: magadnak teremtettél, Istenem,
és lelkem mindaddig nyugtalan, míg benned meg nem nyugszik. És ez nagy igazság. Ami lelkünk nyugtalanságát csak Istenre találásunk, azaz hozhatja helyre, állíthatja fel az egyensúlyt életünkben. Ha Istent nem fogadjuk be, őt nem szemléljük, őt nem követjük, őt nem utánozzuk, ami lelkünkben ott marad ez az űr, és ott tátunk. Semmi más nem töltheti be. Egy bálvány sem. Minden, ami Isten helyét próbálja elfoglalni, az bálvány. Legyen az divat, legyen az karrier, legyen az pénz, legyen az világ, legyen bármi. Ha valami más egyébbel akarjuk Isten helyét lelkünkben betölteni, az bálvány. Tehát így teremtett minket Isten, hogy ami lelkünkben helye legyen. Ezt jelenti Isten képűnek lenni. Szabad akarattal, szabad döntéssel, szabad választással rendelkezik minden teremtett ember. És ezt a választási jogot senki tőlünk meg nem tagadhatja. Példaképet választunk magunknak. És akkor, amikor az Édenkertben élt az ember Istennel, és szemlélte őt szemtől szembe, Isten volt a példakép Ádámnak és Évának. Honnan tudjuk? Hát onnan tudjuk, hogy úgy teremtett a teremtéskor Isten 6 napon keresztül, hogy az ember őt utánozhassa. És amikor elmondta Isten Ádámnak és Évának, hogy ő 6 napon teremtett, mert nem vettek részt a teremtés hetén, ugye? Sem Ádám, sem Éva. De szombaton már meg voltak teremtve. És az első szombaton Isten azt mondta, na nézzétek, én eddig 6 naponnál teremtettem. Ti nem tudjátok, mert nem voltatok, nem léteztetek. De vegyétek tudomásul, hogy 6-24 órás napon teremtettem. És titeket a 6. nap teremtettelek. És a 6. nap után megnyugodtam. Nem azért, mert elfáradtam. Nem. Isten nem fárad el. Hát akkor miért nyugodtál meg, kérdezte Ádám az urat. És az úr megmagyarázta, tudod miért? Hogy neked példát adjak. Hogy te is úgy nyugodjál meg, mint én, ahogy megnyugodtam. Mert én nem fáradtam el. Én tudtam volna egy pillanat alatt teremteni azt, amit 6 nap alatt teremtettem. De nem teremtettem egy pillanat alatt. Tudod miért? Azért, hogy te is, neked példát adjak, és te is 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezért teremtettem 6 nap. Nem, mintha nem tudtam volna egy pillanat alatt teremteni, mert én mindenható vagyok. Tehát Isten példát adott az embernek, és az ember szeme előtt bebizonyította azt, hogy ő most példa az ember számára. Csak kell kövesse. Így hát a szombatünneplésben is kicsoda a példa nekünk? Maga Isten. Ő adott példát nekünk arra, hogy megnyugodott, hogy megáldotta, és hogy megszentelte a szombatot. Na de most ne beszéljünk arról az időről, amikor még nem bukott el az ember. Beszéljünk arról, ami ma történik. A gyerekek, amikor megszületnek, példát keresnek. Hiába nem mondják ezt ki, de ez így van. A gyerek, amikor megindul mászni 4 kézláb, látja az apját és az anyját 2 lábon járni. Na mit szóltok, milyen gondolat születik meg a gyerek fejébe? Hát én miért mászok tulajdonképpen 4 kézláb? Ha látom, hogy az én apám 2 lábon jár, és az én anyám. Meg kéne én is próbálja. És megpróbál 2 lábra emelkedni. Miért? Mert a példa számára az apja és az anyja. Ha mi 4 kézláb járnánk, higgyétek el, hogy a gyermekeink is úgy járnának mai napig. Tudtátok ezt? Érdekes, hogy a mi gyermekeink követik a példánkat. Ezért nagyon jó lenne, hogy mi a szülők jó példával járjunk gyermekeink előtt. Mert néznek minket, látnak minket, követnek minket, és nagyon sok tekintetben utánoznak minket. Nem egyszer halljuk, hát ez pontosan olyan, mintha az apja a száján köpte volna ki. Ugye? Még a gesztikulálása is, még a hangvitele is. Hát igen, mert van egy példa azelőtt, a gyerek előtt.
Aztán nőnek a gyerekek, és tanulók lesznek. A tanulók számára ki a példa? A tanár a példa. A tanulónak a mester a példa. És akik inasnak elmennek, hogy mesterséget tanuljanak, figyelik a mester fogásait. És úgymond ellopják a mesterséget, a mestertől. Mert követik a példát. A barát a barátra hasonlít. És ahogy szokás mondani a közmondásban, madarat tolláról, embert barátjáról ismersz meg. Vagyis a barát hat az emberre, és követi a barátja példáját. Aztán a hiteles kereszténynek a példa kicsoda? A prédikátor. Nem a prédikátor, tévedtem. A presbiter. Nem a presbiter. Hát, Jézus Krisztus, úgy van. Miért kell Jézus legyen a hiteles kereszténynek a példa, s nem a presbiter, s nem a prédikátor? Azért, mert mi emberek úgy vagyunk, hogy egymásra tekintünk, egymásban megbotránkozunk, egymás hibáit könnyen észrevesszük, a magunkét nem, és akkor, amikor nézünk egymásra, akkor próbálunk egymásra hasonlítani. És hiába blamáljuk mi a testvérünket, mert mi sem vagyunk különbek, addig, amíg rá tekintünk. Csak hogy meg kéne kérdezzünk mást, hogy mi a véleménye rólunk. Tehát, mit kell megjegyezzünk? Hogy a hiteles kereszténynek a példa, kicsoda? Jézus Krisztus. Ahogy szokás mondani, aki Krisztusra hasonlít, az könnyen üdvözül. Vagyis, akinek Krisztus a barátja, az könnyen üdvözül. Ugye így tudtátok ti is? Ez így igaz. Miért nézzünk Jézusra? Miért kell hasonlítsunk Jézusra? Hát először is fontos megjegyezzük azt, hogy azért, hogy meggyógyuljunk. Hát mi a bajunk van? Hát leprások vagyunk. Ez a lepra, a bűn leprája, ez gyógyíthatatlan, csak Jézus tudja meggyógyítani. Ez úgy van, mint a pusztában a rézkígyóval. Amikor a kígyók mardosták Izraelt, akkor az Úr parancsolta Mózesnek, hogy állítson föl egy kígyót, egy rézkígyót. És aki hittel rátekint, az nem hal meg, nem hal bele a kígyó marásába. És Mózes úgy tett. És tényleg, aki feltekintett a kígyóra, a rézkígyóra, ha meg is csípte a kígyó, nem halt meg. Ez mi kit jelképezett tulajdonképpen? Jézus Krisztust, ugye? Az Úr Jézus Krisztusra tekintve nem veszítjük el üdvösségünket, örök életünket, hisz ezt mondta Jézus Nikodémusnak. Amiképpen felemelte Mózes a rézkígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának is felemeltetnie. Hogyha valaki hiszen ő benne, más szóval, ha valaki reátekint, hitte, az nem vész el. Miért kell tehát nézzünk Jézusra, hogy meggyógyuljunk? Miből? A bűn leprájából. Másodszor, ha Jézusra tekintünk, beleszeretünk. Ez úgy van, mint amikor a görögök azt mondták Fülepnek, megérkeztek a templom udvarába, bennébb nem jöhettek. És azt mondták Fülepnek, Fülep, menj be Jézusnak, szólj, hogy jöjjön ki, látni szeretnénk, nagyon szeretnénk látni. Eljöttünk Görögországból Jeruzsálembe, hogy lássuk őt. Jézus bent volt a templomba, ő bemehetett, mert zsidó volt. De a görögök nem mehettek be, csak a pitvarba várhattak Jézusra, hogy meglássák, ha esetleg kijön a Fülep hívására. Vagyis, amikor két fiatal egymásba szeret, azok nagyon sokat nézik egymást. A múlt héten édesanyámmal egyik este elnéztük a régi képjeit, ifjú fiatalkori képjeit. És előkerült az édesapám fényképe, de még fiatalkori képe volt.
összetörve, összegyűrve, besárgulva, bebarnulva, foltosan. És beszélgettünk arról, hogy ő azt a képet mennyit nézte, mennyit forgatta, mennyit tette-vette, addig, amíg összegyűrődött, amíg összebarnult, összepecséteződött, mert szerette. És a szeretet vitte arra, hogy sokat nézze, és lehet, hogy ti is így jártatok akkor, amikor szerelmesek voltatok, nem de? Ott hordtuk a képet annak, akit szerettünk, a zsebünkbe, és ha a zsebünk megtört, a kép is megtört, és nem bántuk akármilyen törött, akármilyen rongyos, ha össze is van egy kicsit szakadva, de azt mutatta nekünk, hogy ott rajta valaki van lefényképezve, akit mi nagyon szeretünk. És ez így van. Abban, akit szemlélünk gyakran és sokáig, beleszeretünk. Harmadszor, azért kell Jézusra nézzünk, hogy észrevegyük fogyatékosságunkat. Ugyanis, ha nem nézünk rá, a legjobbak mi vagyunk. Senki nincs olyan jó, olyan szép, olyan szent, mint mi. Elhiszitek? De amikor Jézusra tekintünk, észrevesszük, hogy rücskösek vagyunk, hogy szeplősek vagyunk, hogy fogyatékosságaink vannak. Hisz gondoljatok csak az Emmausi tanítványokra. Az Emmausi tanítványok, amikor csak magukkal foglalkoztak, és nem néztek Jézusra, nem is ismerték fel, hogy az úton ő megy mellettük. Elérkeztek Emmausba, több mint 15 kilométert mentek együtt, és még soha nem ismerték fel, hogy Jézus az utitársuk. Igen ám, de amikor bementek, és Jézus unszolásukra betért házukba. És a kenyér megtörésénél felnéztek Jézusra, és felismerték az ő arcát. Tudjátok, mire döbbentek rá? Fogyatékosságaikra döbbentek rá. Tudjátok, mi volt az első, amit mondtak? Avagy nem gerjedezett a mi szívünk, amikor az úton jöttünk Emmaus felé. Tehát, hogyha Jézusra tekintesz, rádöbbensz fogyatékosságaidra. És ez miért fontos? Ez azért fontos, hogy attól szabadulj. És próbálj hasonlítani Jézusra, hisz a keresztény élet célja a Krisztusra való hasonlítás. Ha ezt nem érjük el, akkor hiába foglaljuk itt a helyet a gyülekezetbe. A gyülekezetbe járásunknak a fontossága, a célja, hogy Jézusra hasonlítsunk. Ez a keresztény életnek az egyik legmagasztosabb célja, elhivatása. Negyedszer, azért kell Jézusra tekintsünk, hogy lecsendesítse életünk viharzó tengerét. Ó, hányszor volt vihar életünkben? De úgy, mint a tanítványok jöttek Jézushoz, mikor meglátták, hogy ő ott van a csónakjukban, és ott alszik. Ez már eléggé megnyugtatta őket arra, hogy a csónak nem süllyedhet el. Jól lehet felköltötték, mert izgatottak voltak, a vihar csak amúgy dobálta a kis ladikot. De viszont tudták, hogy ha Jézust felébresztik, és ő szól egy szót, a vihar lecsendesedik. Amikor életed viharzó tengere csak amúgy dobál, kényekedve szerint, jusson eszedbe Jézus, és emeld fel imában tekinteted Jézusra. Azután ötödször azért kell Jézusra tekintsünk, hogy el ne süllyedjünk. Ugyanis Péter, amikor elindult a tengeren Jézus felé, amíg Jézusra nézett, csodálatosan járt a vízen. Olyan dolgot tett, amit soha azelőtt életében nem tett. De amihelyt levette tekintetét Jézusról, mi történt vele? Azonnal süllyedett.
Mihelyt levesszük tekintetünket Jézusról, jegyezzük meg. Süllyedni fogunk. Hatodszor. Azért tekintsünk Jézusra, hogy átváltozva reá hasonlítsunk. Ez a változás, ez úgy történik pontosan, mint a gubóban, a hernyóból, ahogy lepke lesz. Ezt a metamorfózist, vagy átváltozást, átalakulást a Szentlélek végzi el a hívő életében. Ez úgy történik, hogy kéred az Urat, hogy Uram, ebből az undorító féregből, mint én, amilyen vagyok, teremts egy csodálatos szép lepkét. És az Úr megteszi. Ezt az undorító férget, aki én vagyok, át tud változtatni Isten lepkévé, csodálatos színekben. A lélek gyümölcseit termő csodálatos lepkévé. Tehát ki által? Az ő lelke által. Lehetséges a változás. Hetedszer, hogy az emberek meglássák bennünk Krisztus arcát. Ezért kell Jézusra tekintsünk. Mert ha ki Jézusra tekint, észre sem veszi, és az ő arca Krisztus jellemének szépségétől ragyog. Ezért kell Jézusra nézni tehát. És itt az ideje, hogyha egyebet néztünk, akkor próbáljuk levenni tekintetünket arról. Hisz mit jelent Jézusról Jézust tekinteni, szemlélni? Először is azt jelenti, hogy példaképünk. Másodszor. Azért kell Jézusra tekintsünk, hogy megismerjük őt. De hogyan? Csak akkor tudunk hozzá hasonlók lenni, ha megismerjük és megszeretjük őt. De hogyan? Úgy, hogy elkezdünk hinni benne. Hogyan? Hát a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjától. Kezdjük olvasni a Bibliát most az év elején, tűzzük ki célul, hogy ezután több időt töltünk bibliaolvasással. És pedig mennyit? Hát legalább egy órát. Annyit, amennyit táplálkozunk minden nap, kellene lelkileg is táplálkozzunk. Hogyha a háromszori étkezés, vagy a kétszeri étkezés kitesz egy órát egy nap, akkor legyen egy óra a lelki táplálkozásra. Az pedig azt jelenti, hogy minden zajtól, minden egyéb olyan tényezőtől, ami megszakíthatja elmélkedésedet, okostelefon, tévé, vagy komputer, vagy bármi más legyen, más szobába hagyod, nem érdekel, és kinyitod a Bibliát és Jézust szemléled. Mit jelent szemlélni Jézust? Olvasni, tanulmányozni a Szentírást. De nem csak, hogy olvasni, hanem hallgatni az ő tanítására, a szerint élni. Azután a Bibliát szenvedélyesen tanulmányozni, nem csak felületesen olvasni. Imánkban beszélni Jézussal, mint baráttal, tapasztalatainkban felismerni őt, s meghívni, hogy vezessen. Mert ő hajlandó vezetni minden nap, ha kérjük. Úgy, ahogy Ady Endre is megírta az egyik versében, az Isten című versében, azt mondja, és megvakultak hiú szemeim, megvakultak, és őt, a csodást, a dicsőt mindörökké látom. De ahhoz, hogy lássuk Istent, Jézus Krisztust, vakok kell legyünk egyébnek. És ebben nem akarunk beleegyezni, hogy megvakuljunk, megvakuljanak a mi hiú szemeink. Vagyis ne lássuk azt, ne vegyük észre azt, ami lelkileg rombol, ami megakadályozza, meggátolja Jézusnak a szemlélését. Ugyanis szemlélés által változunk át, ahogy mondja a Korintus 2. levél 3.18, mi pedig az Úrnak dicsőségét, vagyis jellemét, a dicsősége az ő jelleme. Mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát, hogyha Jézusra tekintesz, példának őt választod, és követed, és bemutatod a körülötted élőknek, erre vár a menny, erre vár a világ,
Ekkor fejezzük be Isten munkáját. Ennél kevesebb nem elég. Ha ezt a magas lelki színvonalat nem érjük el, hogy életünkben kiábrázolódjon Krisztus, akkor gyülekezetbe járásunk hiába valóvá válhat. Az emberek bennünk keresik, és bennünk vágynak látni, vágyják látni Krisztus arcát. Nem arra kíváncsiak, hogy milyen szép a mi hitelvünk, milyen csodálatos az Isten tisztelet, milyen csodálatosak az adventisták. Ők arra kíváncsiak, hogy mit látnak életünkben? Mit látnak? Tudjátok azt a példát, ugye, amikor új prédikátort kapott egyik gyülekezet, és a prédikátor elhatározta, hogy meglátogatja a tagokat. És az egyik családhoz bekopog, és az első kérdése, nem volt otthon csak a testvérnő, az első kérdése az volt, lakik-e itt Krisztus? A nő hallgatott, megnémult. Nem tudta, mit válaszoljon erre a kérdésre. Aztán a prédikátor elment. Ha nem mondott semmit, hát na jó, hát elment. És este jön a férj haza, és kérdezi, na, volt a prédikátor? Képzeld, volt. És mit mondtál? Hát képzeld, feltett egy kérdést, és nem tudtam rá válaszolni. Mit kérdezett? Hogy lakik-e itt Krisztus? Hát miért nem mondtad, hogy járunk a gyülekezetbe? Hát de nem ezt kérdezte. Hát de miért nem mondtad, hogy olvassuk a Bibliát? Hát de nem ezt kérdezte. Hát de miért nem mondtad, hogy még az imaórákra is eljárunk? Hát de nem ezt kérdezte, hanem hogy lakik-e itt Krisztus? Ez nagyon fontos, kedveseim, hogy az emberek lássák életünkben Krisztust. Ma nagyon sok látványosság van az interneten, az okostelefonon, a tévébe, Facebookon, filmekkel tele van, minden informatikáról tanúskodó készülék. Aztán tolakodás van a kirakatok előtt, a sportpályákon, a foci meccseken. Aztán látványosság van a világban, a divatlapokban. De tudjátok, hogy ezek mind-mind Jézus arcát takarják el, és megvakítanak, hogy ne lássuk az ő szépségét. Megvakítanak. Vagy-vagy. Ez mit jelent a hívő számára? Vagy-vagy. Hogy nem nézhetjük Jézust is, és egyebet is. Nem nézhetjük Jézust is, a világot is. Vagy a foci meccseket is. A kettőből választanunk kell. Ez egy darabig megy, de nem megy sokáig. Miért? Azért, mert könnyen lelki balesetet szenvedhetünk emiatt. Ugyanis, aki Jézus mellett még egyebet is néz, az elveszíti Jézust. Mindenképpen Jézust fogja elveszíteni. Hogy ez így áll, elmondok egy érdekes statisztikai kimutatást, amit Torontóban készítettek, ugyanis én Torontóban élek, éltem egész az ide, a tavaly márciusig, és Torontó az egyik legzsúfoltabb városa a világnak. Nem csak, hogy világváros, nincsen nagy népesség Torontóban, de borzalmasan nagy a forgalom. És bár egyenesek az utcák, de nagyon sok baleset történt. És a rendőrök készítettek egy statisztikai kimutatást, hogy milyen oknál fogva történik a legtöbb baleset. És tudjátok, hogy mit állapítottak meg? Hogy a legtöbb baleset az okostelefonok miatt történik. Ugyanis autóvezetés közben az autóvezetők előveszik telefonjukat, babrálják, hallgatják, textolnak rajta,
üzeneteket küldözgetnek, kapnak rajta, és ezért egy új törvény jelent meg Torontóban. A törvény óriási büntetést szab ki azokra, akik használják az okostelefont vezetés közben. Sőt, a British-columbiai rendőrség még ezen is szigorított, és nem elég, hogy megbüntetik azért, mert használja, hanem azért is megbüntetik, ha láthatáron van, vagyis ott van feltéve a töltőre a kocsiban, ott van a kapcsolókar mellett letéve. Az okostelefon elég ahhoz, hogy a büntetést megkapja az autóvezető. És nem kevés, $500-nál kezdődik. És miért? Mert a legtöbb balesetnek az oka. Nagyon sokan veszítették életüket, hisz az autók nagy sebességgel száguldanak az autópályákon, 120-130. Sőt, vannak, akik még túllépnek a megengedett sebességen. És minden kis félrenézés mivel jár? Azzal, hogy megtörténhet a baleset. Ez így van Jézussal is. Miért levettük a tekintetünket Jézusról, bekövetkezhet a baleset. Vagyis, hogyha megengedjük, hogy ezek a modern eszközök annyira lenyűgözzenek, lefoglaljanak, hogy valósággal szenvedélyünké váljanak, elrabolják időnket, levesszük tekintetünket Jézusról, és bekövetkezik a baleset. Jó lehet, most nem bírságol senki $500 büntetéssel, de megtörténhet, hogy elveszítsük emiatt az üdvösséget, az örök életet. Ennél nagyobb büntetés kell. Tessék? Amit élvezettel nézünk, az megvakít. Más egyebet nézni. Tehát amit élvezettel nézünk, megvakít más egyebet nézni. Ezt jegyezzétek jól meg. Vagyis a megosztott nézés megosztott szívhez vezet. A megosztott szív Jézus elvesztéséhez vezet. Gondoljatok csak Júdásra. Szerette Jézust, de szerette a pénzt is. Mivel maradt? Semmivel. Nem csak Jézust veszítette el, hanem a pénzét is. És az életét is. Ugye? A történetet tudjuk. Pedig a 12 tanítvány között volt. És maradhatott volna hűséges Jézushoz. Vagy Démásról. Mi van följegyezve? Hogy síratja Pál Démást, aki egy hűséges tanítványa volt. És egy adott pillanatban, mivel megosztott szívű volt, szerette az Úr munkáját, az evangélium hirdetését, de szerette a világot is. És mit mond Pál, hogy síratja? Démás engem elhagyott. Miért? Mert a jelen való világhoz ragaszkodott. Tehát megtörténhet, hogy egy bizonyos ideig megy ez a két úrnak szolgálás, vagy kétfelé nézés. Nézed ezt is, nézed azt is. De egy adott pillanatban elveszíted azt, amit nem kéne elveszíteni, ami a legdrágább életedben. Ó, bárcsak Jézusra ragadna a mi tekintetünk annyira, hogy lenyűgözzön. A Jelenések könyvében a hűtanú bizonyság azt mondja, védj tőlem, szemgyógyító írt, hogy láss. Hát mit kell lássunk? Mit szóltok? Mit kell lássunk? Hát egymást, az egymásban a hibákat. Hogy ki mit csinált, hogy öltözött, hol volt, mit csinált. Nem ezt kell nézzük, nem ezért kell a szemgyógyító ír, hanem hogy magunkat lássuk. A magunk lelki állapotát lássuk meg. Ne másokkal foglalkozzunk, magunkkal. És még miért, mit kell még lássunk ezen kívül? Miután magunkat felmértük, adott Isten elég tisztán látást ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy milyen gyarlók vagyunk, azután kellene látás, hogy szemléljük Jézus szépségét. És akkor mind világosabb lesz a mi lelki állapotunk, de mind tisztább lesz az ő tiszta, fedhetetlen, tökéletes
jelleme, arca. Miért? Minden nap imádkozunk, segíts Uram, hogy én is olyan legyek. Tehát mit kell nézzünk? És kit kell nézzünk? Jézust kell nézzük, és az ő jellemét. Amikor a Bibliát olvassuk, hát azt nézzük, amilyen Jézus volt. Mert ha egymásra nézünk, megbotránkozunk. Ha magunkra nézünk, elcsüggedünk, de ha Jézusra nézünk, akkor átváltozunk, és hozzá hasonlóvá válunk. Na és most végezetül felteszek egy kérdést. Lássam, tudtok válaszolni rá? Mikor jön el Jézus? Válasz. Tessék, Horváth testvér. Ez az, helyes volt a válasz. Tehát nem dátumot kell ilyenkor mondani, hogy mikor, hanem, hogy mikor ábrázolódik ki bennünk Krisztus, akkor jön el. Vajon mennyit kell még várjon Jézus ahhoz, hogy meglássa az ő népe életében kiábrázolódva az ő jellemét? Vajon a 2020-as év meghozza ezt az eredményt a mi életünkben? Hát ezért kéne imádkozzunk. Ez egy imacél kéne legyen, kedveseim. Segíts, Uram, hogy olyan legyek, mint te, amilyen vagy. Amikor annyit szemléljük őt, hogy az ő jellemének szépsége kiábrázolódik bennünk, akkor fog eljönni érettünk. És nem sokára szemlélhetjük őt színről színre. Ahogy mondja az énekünk, Jézusommal szemtől szembe, ó, mi boldog leszek én. Most csak tükör által homályosan látunk, az ő ígéje a tükör, és őt szemléljük, amikor olvassuk. De ez mégis egy homályos képet alkothatunk Jézusról. Az igazi az lesz, amikor őt szemtől szembe szemlélhetjük. És tudjátok, hogy nem sokára ez bekövetkezik, hisz Jézus jön nem sokára. És azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezetben, az egyik legcsodálatosabb verse a Bibliának, a Jelenések könyve 22. fejezet, 4. vers. És látjuk az ő orcáját, és az ő neve homlokunkon lesz. Nem lesz csodálatos, amikor láthatjuk az ő arcát Jézusnak. Szemlélhetjük őt, és az ő neve homlokunkon lesz. Ó, bárcsak mind, akik ma este itt voltunk, szemlélhetnénk Jézust majd az ő országában, egy örökké valóságon át. Adja meg ezt az ő kegyelméből. Amen.